Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, illetve ez a felvétel két napra szól, augusztus 15-ére és 16-ára. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák, ami kapcsolatokat jelent. De vannak az új jógák is, és most mutatok egy új gyakorlatot. Ez ahhoz segít, hogy megold a hétköznapokban a problémáidat. Mindkét kezünket használjuk. A jobb kézzel átöleljük a bal kezet, a hüvelyk ujj itt középen van, és a másik hüvelyk ujjal átöleljük ezt. Amikor mélyen belélegzünk, akkor a hüvelyk ujjunkat így összenyomjuk. Amikor kilélegzünk, akkor kicsit elengedjük, így elengedjük a problémákat. Tehát mutatom a gyakorlatot. És mit üzennek a csillagok? 15-én a hold az Uttarabhadra holdházban van. E felett a holdház felett Szaturnusz bolygó uralkodik. Segít abban, hogy most megalapozzunk valamit. Tehát ezen a napon indíthatsz valamit, amit szeretnél megalapozni, kiépíteni. Ennek a holdháznak van egy szimbóluma, mégpedig egy kígyó, és az utal a változásokra, a megújulásokra. 16-án a hold a Revati holdházban van, és e felett a holdház felett Merkur bolygó uralkodik. Itt lesznek kapcsolatok, lesz mozgás, előre mennek az események, és ez a Revati holdház segít abban, hogy javuljon az anyagi helyzet, legyen nyeremény, gazdagság, azon kívül utal a háziállatokra is, vagy utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Ha ez a téma, akkor ezzel indíthatsz ezen a napon. A nap és a hold harmóniában áll egymással. Ugyanúgy, mint Vénusz bolygó és Mars bolygó. Ez kihat a szerelemre, a párkapcsolatra. Itt van egy harmonikus kapcsolat. A hold olyan távolságban van Merkur bolygótól, ami bizonytalanságokat vált ki nálunk hölgyeknél is, a férfiaknál is, amikor érzelmekről és kommunikációról van szó. Tehát nem könnyű most érzelmekről beszélni, különösen a férfiaknál, mert Mars bolygó és Merkur bolygó olyan kapcsolatban van, ami feszültségeket jelent, vagy arra utal, hogy a férfiak nem mernek beszélni bizonyos dolgokról, vagy lesznek félreértések, viták, veszekedések. Lehet, hogy nem a párkapcsolatban, hiszen ott láttuk a harmóniát, hanem másokkal szemben. Azt is jelentheti, különösen a férfiaknál, hogy most a napokban egy szerződést aláírni előnytelen. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!